hát öldöklő küzdelemben a tavaszjában Álvonikű nyert. Mindjárt megmondom, ki kellett, de ő is tudja. Mi volt a közös a három jelöltben, amelyet még mindig nem árultam el, de majd elárulok? Az, hogy lebontó élőlények. Ugye mi a lebontás? Ezt minden rádió műsorban megkérdezünk. Most jelenleg azt értjük ez alatt, hogy az elhalt állati és növényi anyagok eltüntetése. Persze lehet azt mondani, hogy mi is lebontók vagyunk, mert amikor megeszünk egy fél disznót, az is már van halva. Úgyhogy kicsit elmosódnak a határok, de ezt inkább a rabadozás közé szóval. Tulajdonképpen kétféle lebontási forma van. Az egyik a szaprotrófia. Hát ezek olyan élőlények, amelyeknek nincs szájuk, meg nincs emésztőrendszerük, tehát nem eszik meg a lebontantott dolgot, hanem kémiai úton a testükön kívül bontják le és felszívják a tápanyagokat. Ezek ugye baktériumok, gombák, egysejtűek és növények. De hát a másik a detritivória, mindjárt mondom, hogy mi az. Tulajdonképpen szó szerint törmelékevést jelent, de törmelék alatt most ne valami fűrészporttessék gondolni, hanem egyszerűen az elhalt anyagokat. Három legfőbb vagy legnagyobb tömegű lebontandó dolog van, amihez specializálódtak élőlények, amelyek mind állatok ebben az esetben. Az egyik a dögevés, nekrofágia. A másik az elhalt fa fogyasztása, a szaproxilofágia. És a tárgya fogyasztás, a koprofágia. Na most a három jelölt, az tulajdonképpen ezt a hármat testesítette meg, vagy akarta volna megtestesíteni. Ugye a sejmes döglég volt a dögevő, az álvanétugó volt a trágyafogyasztó, de ott a elhalfa fogyasztója. Ugye amikor tanakodtunk, hogy mi legyen a jelölt, akkor ugye az van, hogy elhalt fát leginkább bogarak fogyasztanak. Melyek? Például a szarvasbogár, például a havasi cincér és efféle állatok, amelyek már voltak tulajdonképpen jégbogarai. Másrészt, ha most ide megint belakunk valami gyönyörűséges cincét, akkor úgyis azt fog nyerni, hát legyen valami másféle állat. És akkor, ha jól emlékszem, Bas Zoltán ötlete volt az ezüstös pikkelyke. Nem. Mindenki nekem tulajdonítja. Amikor ezt mondtátok már a választmányon is, mondtam, hogy bárcsak az én ötletem lett volna, de nem, Kis Balázs ötlete volt. Kis Balázs. Érdekes, igen, igen. Szóval így lesznek a legendák. Igen. Kis Balázs ötlete volt az a pikkelyke, ami hát bennem kérdéseket vetett fel, mert ugye elhalt fát azért annyira nem fogyaszt, és egyáltalán mit bont le ez az állat? Hát a tapétát bontja le. Ez nem az az ökológiai szolgáltatás, amit elvárnánk, hogy nagyon szeretnénk. Mindegy, lényeg az, hogy a ezüstös ősróval lett a harmadik jelölt, de úgy gondoltam, hogy ez az állat nemhogy nem fog nyerni, de még a nyerés közelébe se fog kerülni. Ezzel együtt azért rettegtem egész úton. Nem véletlen. Na hát persze ezek az állatok is beindították a különféle netes és egyéb helyeket. A jelölteket bemutatták. Na most tessék nézni ezt a címet, a 4-4-4-ből. A brutális kártevő. Ja, az az ősróva. A kamutó ganétúra, az álganétúra, értik az álganétúra, a dögé meg a dögé. És akkor még nem is beszéltem a cikkről magáról, ami különösen olvasásra érdemes. Hát ugye gamajtúra és döglégy harcol az ősrovaddal, 24 hűt. És hát megint a szertárban most a Soltész Zolival volt a tapétaező, tudjuk ki, a halálpontosító, tárgyabolond az a álganítója, de miért halálpontosító, ugye, mert a igazságügyi rovartamban a legyek alapján meg lehet állapítani a halál beálltát, meglehetős pontossággal. Igen, hát akkor, ja, igen, az nem az oka. Nem, az elég nem a szertárat mutattam. Most mutatom a szertárat, oszlóhús, trágya, tapétamagasztó, ezeknek meg sem kottyan.
bizonyos értelemben jól választottuk a három jelöltet. Na és akkor itt a szavazás végeredménye. Látjuk, hogy egyáltalán nem olyan brutálisan nagy a előnye a nyertesnek. És volt ennél rosszabb is. Néhány héttel ezelőtt az ezüstös ésróval vezetett. Aztán szerencsére behozta az áldozatot. Na most miért volt ez? Itt indult a szavazás. Néhány napig nem volt semmi, majd hát kikerült a Facebookra, akkor elkezdett rohanvást emelkedni a szavazás, mind a kettő. A szegény döglégy az szerényen meghúzódott, de nagyjából ezt láttuk. Aztán fekete pénteken, ami nem a Black Friday volt, hanem november 8-a valami történt, mert rettenetesen átvette a vezetést a ezüstös ésróval. Hát az ehhez értő emberek elkezdték felgöngyölíteni, mi történhetett. Végül is annyit történt, hogy egy nem tudom az igazán jó kifejezéseket, mert én ugye digitális bevándorló vagyok, vagy analfabéta, vagy valami ilyesmi. De lényeg az, hogy egy Instagram story született, ami ugye 24 óráig létezik, tehát nem lehet vissza következtetni, ahol valaki mondta, hogy van ez a szavazás, és ugyan nem mondta, hogy az ősróvalra kell szavazni, de valahogy arról különül beszélt. És akkor hirtelen nagyon megugrott ezek száma. És akkor sokáig vezetett is, szépen megint ballagtak fel a szavazat számok. Aztán a National Geographic-ban megjelent a cikk, akkor szerencsére előre kapott az állandóságot. Végül az Index adta meg a kegyelembőtést. Jól megérdemelt kegyelembőtést az ősróvalra. Hát akkor ő a nyertes. Ennek örülünk. Mindenki örül. Én félig örültem, ugyanis szegény állatnak az élete olyan unalmas, mint egy lapostányé. Erről sokat meg érdekesen írni elég nehéz. De viszont tegnap járt nálam egy rádióriporter hölgy, azt mondta, hogy ő is erre szavazott, és nagyon örül, hogy ez nyert. És azért szavazott erre, mert amikor a gyerekeivel megy az erdőben, ezzel az állattal biztosan lehet találkozni. Ez nem repül el, nem szúr, nem harap, meg lehet fogni, bírja a gyűrődést, és hát egy gyakori állat, tehát lehet vele találkozni. Nos. Ugye hát miért állandít, ugye mindenki ezt kérdezik. A következők miatt, ez a lemezes csápúak, azt talán arról mindenki hallott, a lemezes csápúak, hívják ezt, családsorozatának egyfajta törzsfája. Itt van az első elágazási pont, itt két felé oszlik az egész társaság, az egyik ott fenn a glarezidé, vagy csorványfélék. Családja egyetlen, totál jelentéktelen faja van, hát nem is beszélek róla többet. A másik pedig az összes többi lemezes csápa. A következő csomópont, az a ganétúrókat választja le, az igazi ganétúrókat, és az összes többit. Ez az összes többit. Most itt van az álganétúrók családja, látjuk, hogy az nem, nincs köze ezekhez. Ez pedig a szarvasbogaraké, tehát tulajdonképpen az álganétúrók a szarvasbogarakkal vannak egy kupacban, tehát közelebb állnak hozzá, mint az igazi ganétúrókhoz. Na most mégis miért nevezzük őket, miért van benne a nevükben a ganétúr, hát azért meg ganétúrnak. De valójában ez a tulajdonság a két csoportban egymástól függetlenül alakult ki, ez ugye a evolúciós konvergencia egyik példája. Ugye, ilyen konvergenciára azt szokták mondani, hogy nálunk van a vakond, Ausztráliában van az erszényes vakond, semmi közük egymáshoz, de hasonló életmód miatt hasonló kinézetek, vagy a nálunk élő farkas, meg az ott élő erszényes farkas. Na hát valami ilyesmi ez is. Na de, amikor mi a ganétúrok családjáról beszélünk, akkor nem csak a ganétúrokat kell érteni ebbe a családba, mert az összes
cserebogár, szipoly, virágbogár, országbogár, az mind a szkarab egy D-tagja. Tehát egy gyönyörűséges herkulesbogár, meg egy semmire kellő frágyatúró, közelebbi rokonságban áll egymással, mint egy geofici D, meg egy valódi ganétúró. Hát ugye nem tudom megállni, hogy a ganétúrók családjába tartozó fajokat nem utassak be, itt jönnek a matchboxok. A ganétúrók, az valódi ganétúróknak 6000 faja van a világon, az álganétúróknak mindösszesen 150. És ezek általában ilyen nagyon szarvas, verekedő szörnyetegek. De hát ugye ide tartoznak a cserebogarak és virágbogarak is, amelyek hát fent a napsütésben a virágok között repülnek, és nem pedig ott lent üdüléket dolgoznak fel. De hát az orszabogarak is ugyanide tartoznak. Bocsánat, ezt nem tudtam fölni. Na most azért ilyen morfológiai különbségek is vannak az ál meg az igazi ganétúrók között. Leginkább az, hogy az álganétúróknak rendes rágója van, mondhatni ilyen primitív felépítésűek, amivel szépen megfogják a trágyát, és ha száraz, akkor jó, szétcsorcsálják és úgy nyelik le. Ellenben, ez is egy álganétúró, van neki rágója. Az igazán fejlett és specializált valódi ganétúróknak a rágója egy ilyen hártyás szűrőkészülék kialakult, amivel csak a nitrogénis folyadékot szedik ki a trágyából, illetve nagyon apró részecskéket. Tehát az ilyen megemészhetetlen fűvel, meg ilyesmivel ők nem foglalkoznak. Legalábbis ez imádó. Na hát mihez hasonlít leginkább a tavaszi ganétúró, ha az erdőben andalunk éppen? Hát leginkább az erdei álganétúróhoz. Leginkább abban ugye, hogy nem olyan szép sima a felülete, hanem szemfedélyi barázdák vannak. Itt jobban látható a kettő. Az életmódjuk nagyon hasonló, ugyanúgy lapostányi érdekességű, de az élőhelyük kicsit eltér. A tavaszi az általában a ligetesebb, melegebb, nyíltabb, déliesebb hegyoldalakon él. Az erdei pedig vagy magasabban a hegyekben, vagy pedig a sötétebb zártabb völgyekben, északi hegyoldalakon. De azért elég szépen átfed a területük, és hogyha egy nagy, incsiklandó lótrágya van valahol, akkor azért mind a kétféle élőhelyből oda jönnek. Na most ennek a két fajnak van egy-két olyan rokona, amelyek már nagyon trágya túlul. Tehát nagyon ganétúrók, ugyanis az előző két faj nem annyira vállalatos, tehát nem csak trágyát teszik, nem mindjárt mondom. Ezek viszont, ez a három, amit tesz a képen, ezek már nagyon specializált trágyafogyasztók, tehát itt olyan köbölt vaddisznóval nem fognak táplálkozni ellentétben az előzőkkel. Nagyon hasonló fajok, ő az alacsonyabb vidékeken él, ő a 600 méter feletti területeken, ő pedig nagyon kevés helyen, mint a Kiskunsárban. Nagyon hasonlóak, lehet számolgatni a varrat meg a vár közötti barázdák számát. És hát ugye a hatodik álganétúró faj Magyarországon az a nagyfejű csajkó. A csajkók nagyon erősen specializált álganétúrók, ugye növényeket vagdosnak le, leviszik a föld alá, ott olyan bandát csinálnak belőle, mint a más fajok a trágyából, és abban fejlődnek a pajorok. 120-120 fajuk él Közép-Ázsiában, és néhány él Európáig. A hím egy ilyen rettenetes külsejű szörnyetek, nagyjából semmire se jön, semmi másra, mint berekedésre. Úgy berekszik egyébként, én láttam, hogy felágaskodik, így felnyomja az előső lábait, és akkor a rágójának ez az agyara, ami egyébként lefelé mutat, az előre mutat. És akkor így egymásnak van ez a két szörnyeteg. No, hát azért a tavaszi álganétúró leginkább mégiscsak a ganét szereti, az egy ilyen, az azt szereti.
itt ha megnézzük ezt a képet, valamilyen tárgya van rajta, összegyűltek rá az árbanétról, de akinek jó szerve van itt egy igazi banétudót is észrevesz. De, mint mondtam, nem annyira válogatós ez a jószág, beéri gombákkal és dögökkel is. Tehát Lengyelországban egy ilyen igazságügyi entomológiai kísérletben elhelyeztek 18 disznót, mármint hogy levágott disznót, különféle erdőtípusokba, és nézték, hogy hogyan bomlanak le, és kiderült, hogy bogarak közül legnagyobb mennyiségben a tavasz és az erdei álganítúró vett részt ebben a folyamatban, több mint 20-valány ezer példány. Tehát több volt, mint temető bogarakból, vagy más bogarakból. Na hát azért, mint mondtam, azért leginkább a trágyát szeretik. Most úgy általában a ál és valódi ganétúrók azok hogyan hasznosítják a trágyát, egy pár szót erről mondok. Ugye mi a trágya? Egy nagyon fontos és hasznos táplálékforrás, de térben és időben nem korlátlan. Tehát néhol van fordszerűen, illetve elég hamar kiszárad, és hasznosíthatatlan lesz. Tehát lényeg az, hogy háromféle technikát alkalmaznak a ganétúrók. Az egyik az, hogy belepetéznek magába a kupacba, és gyorsan kifejlődnek, mielőtt még kiszáradna a trágya. Tehát a lába vagy benne, vagy közvetlenül egy kis üregben, vagy nagyon közvetlenül alatta fejlődik. A második a társvérő. Ja nem, ezek voltak a társvérők. Endokoklid, endos, belül koklid, az rájött. A másik az alakutások, parakoklid, para az alatta és koklid, az trágya. Ezek szép nagy alakutakat ásnak a föld alá, oda leviszik a trágyát, golyókat formálnak belőle, és akkor fejlődnek a lárvák. A harmadik pedig, amit galaxinhajtónak nevezik, az a telekoklid, a tele a szál távol, ugye, telemetria, a televízió. Kiszednek egy darabot, csinálnak belőle egy golyót, elgörgetik valami alkalmas helyre, és ott ássák el. Ez nagyon durva kategorizálás, de ezek a legfontosabbak. Na most az álganétúrók, köztük a mi fajunk is, az mind alakutások. Úgyhogy nem vacakolnak ilyen újítással. És az alagútjaik is nagyon egyszerűek, és nem mennek nagyon mélyre, és nem is nagyon elágazóak ezek. És néhány külföldi rokonát bemutatnám a mi fajunknak. Tulajdonképpen az összes álganétúró eléggé egyforma alkatú állat, ilyen ovális zömök, vagy erősen, vagy kicsit gyengében domború. A színben és a hímek szarvaiban vannak eltérések. Azért elég látványosak is vannak köztük. Európában él ez a háromszarvú Minotaurus fogának nevezett állat. Leginkább ott, ahol nyulak vannak, mert nyúlbogyókat szeret. Állítólag fogtak egyet Magyarországon is, de ez legenda, ez ilyen nincs. És hát a Himalája környékén vannak egészen nagy, akár 4 centis és nagyon szép színű jószágok is például ez. És hát ugye az álganétúrók az Eurázsia északi részén, illetve Észak-Amerikában élnek, de van három faj, amelyek Dél-Amerika legdélebbi részén találhatók, és azok mind trágyák szintén. Régebben ebben a családban sorolták a Golgoceratidae családot, amelyek föld alatti gombákban és humuszban élnek, nálunk két fajuk van, a szarvas álganétúró. Bizonyára sokan ismerik, valamint a mozgószarvú álganétúró. Ugye még nem sikerül nekik másik nevet adni, még mindig álganétúró, aki ugye majd kitalálunk valamit. Ugye itt egy képen farkas szemet néz egymással a két fal. Hát köszönöm szépen! Az egész szavazás folyamán, meg a prezentáció összeállításakor, meg a honlapon levő szöveg összeállításakor nagyon sokan segítettek nekem, és hát a most bemutatott képek jelentős része az izeltlábúak.hu oldalról származik, amely egy kimeríthetetlen tárház a jobbnál jobb, valamint kevésbé jobb rovarfotóknak. Ez is onnan származik.
És akkor még egy utolsó képet mutatok, amit nem tudtam kihagyni. Ugye látják, hol ül ez a bogár és hogyan. Eszembe jutott róla valami. Aki volt bogárjában, ott van a kis hableánya a kikötőben. Hát szerintem teljesen ugyan. Köszönöm szépen! És akkor...